nem kell lemondanunk az óriási fákról, akkor, hogyha egy olyan fáról van szó, amit nagyon jól lehet alakítani. És hát kevesen ismerik a platának ezt a típusú alkalmazását. Budapesten ugye a platánokat általában óriásira meghagyjuk, hát ami nagyon jó ötlet. Persze Margit-szigeten, Városligetben, ott, ahol zavartalanul tudnak fejlődni, egészen impozáns példányai vannak. Ugye a platán, Margit-sziget, Városliget, mondom, hogy messziről nézzük, akkor egy ilyen óriási gömb alakú valami. A Városligetben, ahol vannak ott a nagy játszótereknél, ott ugye inkább kicsit fölfelébb nőnek, de mindenképpen egy lélegzetállító fáról van szó. Hát ott, ahol erre nincsen lehetőség, vagy mondjuk egy tájépítés, vagy egy kertész végre szabad kezet kap, ott is nagyon jó lehet őket alkalmazni. Hát itt kérem szépen azt a megoldást lehet látni, mert Németország nagyon sok városában van, ez most Skopjéban van, Macedónia fővárosában, és itt az volt a feladat, hogy társasházak övezte, picikek is parkban, tehát nem lett több ez a park mondjuk 800 négyzetméternél, mégiscsak egy ilyen nagyon jó kis kellemes üde egyébként öntözött, tehát nagyon látszik, hogy nagyon friss, nagyon szép területen vagyunk, egy kis zöld foltot alakítsanak ki. És hát kérem szépen, ide most vagy középről befér egy platánfa, ami majd megnő 30-50 év múlva nagyra, vagy pedig ide 2, 4, 6, 8, 10, 12, akárhány darabot betettek. Nézzük meg, hogy működik egy ilyen irányított növekedési platánfa. Ugye nagyon szép, fantasztikus, gyönyörű törzse van, és hát gyakorlatilag egy ilyen nádszerkezetet tesznek föl a koronájára, egy ilyen kis gumivédővel, azt nem tudom, mennyire lehet látni, ami megakadályozza azt, hogy nyilván, hogy bármiféle sérülést is okozzanak. Ezt aztán később majd meg ki lehet venni, tehát ezt tulajdonképpen ilyet akár mi is megcsinálhatunk otthon, hogyha veszünk egy platánfát, és akkor szerkeztünk bármiféle ilyen vízszintes szerkezetet rá, mert azt mondjuk, hogy picit is szeretnénk így eltolni így térben mondjuk. Tehát egész egyszerűen ez játék a növényekkel, játék az élettel, játék a platánfával, tehát egészen nyugodtan alkalmazhatjuk ezt, hogy itt is talán, hogyha itt idejünk, akkor itt talán még jobban lehet látni. Ez csak egyszerű bambuszkarók, ezt mi magunk is meg tudjuk csinálni. És utána a kertészetnek az a feladatuk, hogy ilyen kis kötöző zsinegekkel, vagy akár természetes úton így belevezessék ezeket az ágakat, és hát lehet látni egyébként, utána aztán évente egyszer ezt így mindig el lehet szépen nyírni, és hát fantasztikus, hogy nagyon szépen így el lehet kezdeni közelíteni ezeket a koronákat egymáshoz. Nyilván azért valamennyi helyet érdemes egymást között hagyni, hogy a fény az valamennyire alulra is bejöjjön, és természetesen az a cél, hogy aztán fölülről is nyírják ezeket rendszeresen, ezeket a gyönyörű fákat, pontosan azért, hogy ne azt az eredeti platán nagyságot lője ki, mert itt arra nincsen hely, de mégis szeretném gyönyörködni ezekben a platánokban. És ez valakinek tetszik, valakinek nem tetszik. Én azt mondom, hogy a platán az ugye jól megújul, és nagyon jól hasznosítható erre a célra, gyönyörű a törzse, mindenki rögtön oda megy ezekhez a fákhoz, és megnézi, mert tényleg lélegzetellátó, úgyhogy érdemes ebben gondolkozni. Tehát ennek a platánfa lombkoronájának az ilyen irányú kiterjesztése is arra ad választ, hogy városi körülmények között kicsit többet kell használni az eszünket, de hogy nagyon jól lehet használni ezekkel a technikákkal, akár olyan fákat is szűk városi környezetben, amik úgy alapvetően nem férnének oda, de hát így pedig el tudjuk telepíteni ezeket a fákat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó ötlet lehet erre.